Hello, srácok, sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt újra a Gemini, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan is tudjátok betenni a Juventus és az AS Roma mezét a FIFA 21-be egy modolás képpen igazából. A játékban PC-re tudjátok ezt megcsinálni, igaz a PS4-re is, Xbox-on nem találtam még ilyen verziót, ami működik, vagy hát lehet, hogy van, csak nem próbáltam még ki, mivel PS4-re nem vettem meg, Xbox-on nincs. Úgyhogy ez most a PC verzió lesz. Először is van két link a leírásban, hogy tudjátok majd nézni. Ezt ide be kéne illeszteni. Ez a link lesz az, ott fönt a sarokba. És akkor kidobja ezt a FIFA Editing Toolside-ot, és ezt a Mod Manager-t kéne letölteni, rá is kattinthatok nyugodtan letöltésre, és akkor ő letölti. Vagy hát bedobja ezt az oldalt, és utána még a downloadra rá kell menni. Ez itt egy minimális időt vesz igénybe, természetesen meg pár megát foglal el. Ez egy modoló program igazából, amit hogyha kicsomagoltál, megnyitottál és megvan hozzá megfelelő fájl, akkor te el fogod tudni indítani a FIFA 21-ben, hogy működjenek ezek a patchek. Ki kell csomagolni, most a RAR-ba vagy 7-Zip-ben, nekem mindegy, hogy miben lesz, az a lényeg, hogy csomagoljátok ki. Amint kicsomagoltuk, ugye itt a raros fájl, és ide csomagoltuk ki, és nekünk majd ez fog kelleni, ez kell, mennyi, ez lesz a programunk, viszont a másik fájlot is le kéne töltenünk. Ez lesz a másik fájl, ugyanilyen bites fájl. Bedobja. Letöltjük. Sorokban közben megy a letöltés. Szóval úgy tudom, hogy nem számít, hogy törte a FIFA 21-et vagy eredeti. Most ezt 100%-ra nem tudom nektek állítani, ugyanis nekem eredeti, originen megvásárolt FIFA 21-en van. Lejött közben a fájl. Itt is van a fájl, ezt is ki kéne csomagolni. Okés. És akkor itt van benne a fájl, amit mindjárt fogunk használni, ez a FIFA mod. Most annyit kell még csinálnunk, hogy visszalépünk ide, amit az először töltöttünk le, megnyitjuk ezt a moddert, és akkor bejön egy ilyen ablak. Importálnunk kell modot, azt, amit az előbb letöltöttünk, ez lesz a mez mod igazából. Mez, címer, stadion, mindenféle mod. Ez nem fog problémát jelenteni semmiben, tehát hogy ezt ti fogjátok látni igazából, utána kell elplizni ezt a modot, és ő felismeri. És hogyha pedig a launchra mész, miután felismerte, itt van egy alpha patch, lele launchezed, és akkor ő meg fogja nyitni pillanatokon belül igazából. Annyi, egy minimális időt itt kell várnod, amikor először csinálod, mert ugye újra kezdi az egészet. Nem okoz problémát semmiben, tehát ha tudod használni az Ultimate Team-et, tudod használni a karrier módot, ugyanúgy fog betölteni mindent a játék. Csak annyi, hogy le lesz licenszelve egy ilyen mod által a két mez. Tehát tényleg ugyanúgy fog működni minden. Nem kell félnetek tőle, hogy nem. De lényegében ezt csak ti fogjátok látni, nektek. Tehát a ti képernyőtökön fog úgy kinézni, hogy ez másmilyen. Most ha belépsz az Ultimate Team-be, akkor látni fogod, hogy Juventus címer van kint nálam. Tehát, hogyha megnézed fönt a sarokba, a Juventus emléban látszódik. Mondjuk én nem túl sokat Ultimate Team ezek be, valami őszintén inkább az karrier mód híve vagyok itt a FIFA-ba. De ha belépsz a kickoff-ba, ott is rá fogsz tudni keresni. Vagy a karrier módot, hogyha mondjuk már elkezdted, ugyanúgy érzékelni fogja, hogy Juventusnak más címe lett és más meze. És itt igazából, most ki is lehet keresni. Itt is van Juventus, és ott volt a Róma. És ugye itt vannak a mezek, srácok, tehát itt van Ronaldo, hazai és vendégmeze, és itt a harmadik számú is. Nézzük meg a hazait.
itt van a Rómának is a három különböző meze, nyilván a hazait nézzük meg náluk is, és akkor... Tehát és akkor megláthatjátok, hogy hogyan is néz ki ez igazából a mérkőzésem. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. Ez is a felvezető, el is jönnek a csapatok. Ugye minden csapat le volt licenszerve, csak a Juventus és a Róma nem, de ez a modolás által lényegében be tudjátok tenni ezeket a játékba, ha valakinek nagyon hiányzik az olasz bajnokságból, vagy esetleg a kedvenc csapat az egyik. Akkor így fogjátok tudni játszatni. Úgy, hogy ne kapjatok közben hányiget, hogy azért mégiscsak sokkal jobban néz ki. Itt van Pedro és az egész Juventusos keret. És így néz ki távolról, rendesen itt a pályán futhatnak. És gól! Ronaldo! Gyerekek! És meg is nézhetitek közelről. De ilyen a mez. Szerintem szépen van kialakítva, szépen csinálta meg a modell. Hit it as hard as you can. But well, that's a lovely, lovely controlled finish. In step. The opening goal of the game then. Most ki is írja az eredményt, láthatjátok, hogy a nevük, a címerük, és tényleg a mezük is meg van csinálva. Igazából erre ennyit. Én mutatom nektek, hogy a karrier módban is, ahogy lehet, az is ugyanúgy látszódik. Tehát, ha belépsz a karrier módba, és mondjuk már elkezdtél egyet, akkor ott lesz, hogy a Juventusnak mindene tényleg megváltozott. Ugyanígy a Rómánál is ez fent áll, és itt is van. Tehát, hogy ott a Róma, ott a Juventus. Itt vannak ilyen örömök is, hírek. Timo Werner például leigazolva. Ezt így mutatják be, tehát látjátok ott is a címer megváltozott. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ha szeretnétek, srácok, hogy legyenek még hasonló videók, és esetleg örültetek, hogy ezt megtudtátok, akkor írjátok le kommentben, ne felejtsétek el, hogy mindkét letöltő link a leírásban van, szóval megtaláljátok őket. Elmutattam, hogy hogyan kell megnyitni, telepíteni, kicsomagolni, úgyhogy hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, sziasztok!